Sziasztok, ez itt a Quest egy percben. Ebben a videóban a Bad Rap Evidence-szel fogunk foglalkozni. A feladat egy dokumentumot elhozni az egyik konténer épületből a Customs-ról. Ez a konténer a Skeleton mellett található, vigyázzatok, mert ez egy nagyon forró hely, elég sok itt az aktivitás, szkevek is vannak bőven, illetve a dorms és a fort miatt elég sok PMC téved erre. Szükségünk lesz a Portable Bunkhouse key-re, ahhoz, hogy bejussunk a konténerbe. Ennek a kulcsnak a statikus spawnja faktorin található az irodáknál, a zárt ajtó mögött, ami a faktori key-re lesz szükségünk. Én személy szerint nem javaslom a kulcs megszerzését így. Szkeveknél a kabátokban, filing kabinetekben is spawnolhat a kulcs, én is így szereztem meg. Ha megvan a kulcs, akkor kinyithatjuk a konténer ajtaját, jobbra fordulva az asztalon láthatjuk is a dokumentumot. A konténerben még van egy fegyverlád, amit ki is tudunk lootolni. Amint megszereztük a dokumentumot, mehetünk is kifelé. Fontos, hogy kijussunk, mert ha raidben meghalunk, akkor kezdhetjük előről. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, iratkozzatok fel és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra a tarkovban, sziasztok!